Ismét egyre több ápoló készül külföldre, mert csalódottak a július 1-től beígért, de szerintük nem teljesített béremelés miatt, ezt állítja egy egészségügyi érdekképviselet. Az egészségügyért felelős államtitkárságon azt mondják, a kormány betartotta az ígéretét, a béremelésben érintett egészségügyi dolgozók bruttó 10-15 ezer forintos fizetésemelést kapnak. Ma indult volna új angliai munkahelyére Molnár Krisztina. Nem tudott elutazni, mert a fia kórházba került, ezért 2 héttel el kellett halasztania a költözést. Krisztina 24 évet húzott le a magyar egészségügyben, 125 ezer forintot vitt haza havonta. Az ámláimat én ki tudom fizetni, tényleg, de a hónap végére 20-a körül marad pár ezer forintom, amiből élek, és ha bármi történik, nem tudok segíteni se magamon, se a szüleimen, se a gyerekeimen. Az alacsony fizetések miatt egyre többen döntenek úgy, mint Krisztina, állítja a független egészségügyi szakszervezet. Idén többször is tüntettek magasabb fizetést és jobb munkakörülményeket követelve. Az egészségügyi államtitkár májusban ígérte meg az ápolóknak, hogy idén 36 milliárd forinttal többet költenek majd az egészségügyre, például béremelésre. 18 milliárd forint jövedelmi viszonyok javítására, a mozgóbérek emelkedése, az említett alapbéremelés megtörténik. Július 1-től változik az egészségügyi dolgozók bérének számítási módja, de a független egészségügyi szakszervezet elnöke szerint nem úgy, ahogy ezt korábban ígérték, nem az alapbért emelték, csak újabb pótlékot kaptak. Nem fog ettől az alapbérünk növekedni, a jövedelmünk valamelyest növekedni fog, hiszen de csak azoknak, akik túlboráznak, akik ügyeletet vállalnak, akik műszakos tevékenységet folytatnak, és az összes többi dolgozó ebből kimarad. Az egészségügyért felelős államtitkárság azt írta, az emelés 43 ezer dolgozót érint. A szakszervezeti vezető szerint ez igaz, ám 67 ezeren kimaradnak belőle. Az együtt elnöke szerint megalázó a kormány lépése. Az együtt álláspontja szerint sértő és megalázó az egészségügyi dolgozókra nézést, akik a terhek nagy részét cipelik amúgy széteső magyar egészségügyben. A kormány átveri őket. Sándor Mária, a fekete ruhás nővérként ismertté vált csecsemőápoló azt mondja, több olyan csalódott nővérről tud, aki most külföldre készül. 3/4 osztályát fölött emberről megy el 2 héten belül az országból nővérek, és hát még egy másik ismerősöm, tehát összesen 6 ember tudok, akik hagyják el az országot. Az ápolók kitartanak követeléseik mellett, és továbbra is 50%-os béremelést kérnek.